Antal Zoltán és Házi Melliárt az előzőekben egy jelentős adományt adott át polgármester úrnak. Miért tartották fontosnak, hogy segítsék a várost? Köszöntjük a kedves tévénézőket. Azért tartjuk jelentősnek ezt az adományt, mert mind a kettőnknek Karcag a szülővárosa. Mind a kettőnknek nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon élhető város, egy nagyon szeretett, számunkra nagyon szeretett város, és nagyon szeretnénk, hogyha az itt élő emberek, meg hát akár a világról is beszélhetnénk, hogy a világon minden ember hogy egészségesen tudjon élni. Igazából példát is szeretnénk mutatni, aki teheti, adományozon, segítse a városát. Nem feltétlen kell azt gondolni, hogy minden az állam feladata, és hogy az államnak kell mindent megoldania. Igazából ezért gondoltunk erre. Mennyi adományt hoztak most? A mai napon 6000 darab szájmaszkot és 510 darab készfertőtlenítőszert hoztunk a polgármester úrnak. Úgy gondoljuk, pontosan tudja, hogy ezeknek hol van most a legjobb helye. Úgy tudom, hogy már korábban is adományoztak, és még fognak átadni adományokat. Így van, vittünk több adományt is már, vittünk Konstibor úrnak, vittünk Huba Imre Csaba Jász-Nagykunszolnok megyei agrárkamara elnökének, és vittünk ifjabb Huba Imre megyei közgyűlés elnökének is nagyobb adományt. Azért gondoljuk egyébként, hogy itt a környéken ennyi maszkot szét szeretnénk osztani, és készfertőtlenítőt szintén, mert ez a város a szülővárosunk, itt él a családunk, és szeretnénk őket is minél nagyobb biztonságban tudni, és ezzel együtt magunkat is védeni. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy minden intézményben, ahova nagy szükség van rá, el fog jutni a maszk és a készfertőtlenítő szintén. Szepesi Tibor polgármester úr az előzőekben megköszönte az önkormányzat nevében ezt a jelentős adományt. Itt az előbb elmondták az adományozók, hogy fontosnak tartották, hogy segítsék a várost. Minden adományra nagyon nagy szükségünk van jelen helyzetben, főleg az ilyen jellegű adományokra, hiszen ahogy látjuk a kormányinfón, az operatív törzs felhívásait, de tapasztalatból is tudhatja szerintem mindenki, hogy a legfontosabb és mindenki kezében lévő védekezési eszköz az a maszk használata, a folyamatos maszk használata, illetve a gyakori kézmosás, fertőtlenítés. Tehát a legnagyobb szükségünk a város intézményeinek, a város lakosságának a maszkokra és a kézfertőtlenítőkre van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a jelen adományt is. Hál' Istennek nagyon sokan támogatják városunkat, önkormányzatunkat, intézményeinket, de mindig szükségünk van a folyamatos segítségre, az adományokra, amelyet ezúton is nagyon köszönök mindenkinek, jelen adományozóknak is. Ahogyan az előbb is mondtam, azokat a szabályokat mindenképpen be kell tartani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy picit csillapítani tudjuk azt a felfutó második hullám görbéjét, amely jelenleg úgy néz ki, hogy városunkat is elérte, el fogja érni. Ennek megfelelően azokon a intézményekben, azokban az intézményekben, ahol eddig is nagyon nagy hangsúlyt fektettek a védekezésre. Ugye az őszi szünetben megtörténtek az egészségügyi fertőtlenítések, megtörténtek azok a nagyon fontos tisztító takarítások, amellyel folytatódhat az őszi szünetet követően is a munka. Önkormányzatunk pedig hozott egy olyan viszonylag nagyobb szigorítást, amely azt gondolom, hogy mindenkinek az érdeke, és talán eddig is érdemes lett volna odafigyelni és betartani ezt a szabályt is. A héttől a piac teljes területén kötelező a maszk használata. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk érdeke, hogy odafigyeljünk és folyamatosan betartsuk. Szeretném fölhívni a város lakosságát is, kihasználva a televízió nyilvánosságát, hogy a hétvégi temető látogatások alkalmával is folyamatosan figyeljenek oda a biztonsági előírások betartására, lehetőség szerint használják a maszkokat. Én bízom abban, hogy ezeknek a szigorításoknak, intézkedéseknek köszönhetően sikeresen védekezni városunkban is, és természetesen Magyarországon is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!